Fejlődött Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasága az elmúlt 7 évben felére csökkent a munkanélküliség, 5000 új munkahely jött létre, és mintegy 500 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg ebben a megyében. Mindezt Magyar Levente mondta, a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára a nemzeti konzultációról szóló rendezvény sorozat vásárosnaményi fórumán. A politikus kiemelte a térség versenyképességét, további beruházások fogják segíteni. Az integrációs modellek több európai uniós országban is megbuktak, mondta Magyar Levente a vásárosnaményi fórumon. A nemzeti konzultációban véleményt nyilváníthatnak az emberek, mert az ország hosszú távú sorsa a tét. Hogy a magyar kultúra és társadalom egysége megmaradjon, hangsúlyozta a politikus. Ha Magyarország bevándorló országgá válna, az politikai instabilitást okozna és romlana az ország gazdasági állapota is, hangzott el. Sokszor a mindennapi életben nem érződik ennek a küzdelemnek a kielezettsége, és az, hogy mekkora a tét valójában, amiről beszélünk. Ezt el kell mondani az állampolgároknak, és beszélgetnünk kell róla, mert hogy nagyon nagy a tét, és az kell, hogy minden olyan magyar állampolgár, aki felelősséget érez az ország hosszú távú sorsáért, részt vegyen ebben a folyamatban, hiszen minden egyes kitöltött konzultációs kérdőív, ez egy megerősítés, és plusz egy megerősítése annak, hogy jó úton van a kormány, amikor az ország függetlenségéért és még egyszer a kultúránk egységességéért és megmaradásáért küzdelmet folytat. Nem csak a hazai ellenérdekeltekkel szemben, hiszen ne felejtsük el, hogy számos politikai erő dolgozik ma Magyarországon azért, hogy ez a fajta politika megváltozzon, és megváltozzon Magyarország kulturális összetétele, és egy olyan folyamat vehesse kezdetét Magyarországon is, amely látjuk, hogy mihez vezet Nyugat-Európa számos társadalmában. Beszéltünk itt a több száz halottról, a terrorizmus folytán beszélhetünk a megbukott integrációs modellekről, amelyek nyomán sorozatos válsághelyzetek alakulnak ki az európai politikában, illetve azon dolgoznak, hogy az a fajta gazdasági fellendülés, ami kétségkívül most már évek óta Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is érezhető, ez ne folytatódjon, már pedig azt gondolom, hogy ezek a kérdések összefüggenek, tehát hogyha Magyarország egy biztonságos hely, ide szívesen fognak jönni a befektetők, és folyamatosan értékelődik fel az ország. Ha ez megváltozik, tehát beengedünk rengeteg illegális bevándorlót, és megváltoztatjuk az országnak a jelenlegi biztonságos helyzetét, akkor ez a gazdaságra is kihatással lesz. Idén dinamikus a magyar export növekedése. A 2010-es 71 milliárd euróról évvégére 100 milliárd euró fölé emelkedik, ami csaknem 50%-os növekedést jelent. Magyarország gazdasága 2010 óta erősödik, jelenleg az Európai Unión belül itt a negyedik legalacsonyabb a munkanélküliség, az egyik legnagyobb mértékű a GDP növekedése, és idén az első fél évben 25%-kal nőtt a beruházások volumene. Ezek a hatások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is érződnek, mondta el a miniszterhelyettes. 2010 óta 5000 új munkahelyet közvetített a Magyar Állami Befektető Ügynökség ide ebbe a megyébe, és nagyjából 500 milliárdnyi beruházás valósult meg csak az állami csatornán keresztül. Plusz még azok a beruházások erre rájönnek, akik nem az állami támogatási csatornát vették igénybe. Tehát egy hatalmas fejlődés következett be számszerűen bizonyíthatóan itt ebben a megyében is. Megfeleződött a munkanélküliség, ami az országban az egyik legmagasabb volt itt Szabolcsban, és ma már a fele a 7 évvel ezelőttinek. És erre a megyére is jellemző az a tendencia, hogy hallatlan mértékben növekednek a beruházások, egyre több munkahely van, mi több, most már egyre inkább itt is az a kihívás, hogy hogyan lehet minőségi munkaerővel megtölteni a keletkező álláshelyeket. Tehát én azt gondolom, hogy ha nem is lehetünk mindennel elégedettek, és nagyon sok teendő van még különösen ebben az országrészben, az embereknek érezniük kell azt, és meggyőződésem, hogy érzik is, hogy pozitív irányba haladunk. Az elmúlt néhány évben elindultak olyan változások, amelyek a mindennapi életünkre itt is kihatással vannak. Ugye a tíz utáni első néhány év az nagyon küzdelmes volt, ott még nem lehetett ennyire érezni a pozitív dinamikát, de 2014-15 óta meggyőződésem, hogy lehet érezni itt is, és azok a fejlesztések, amik most kilátásban vannak a térségre vonatkozóan, azok tovább fogják erősíteni a térség versenyképességét. Két új autópálya kapcsolat épül hamarosan Ukrajna felé. Új Tiszahidat építünk Záhonynál.
két új határátkelő helyet építünk Ukrajna irányába az autópályákon felül. Tehát fejlődik az infrastruktúra, nyitunk Kárpátalja fele. Nagyon komoly támogatások fognak érkezni a következő években is, mind a TOP-on keresztül, tehát a megyei fejlesztési terven keresztül, mind pedig a különböző piaci beruházók részéről. Most is több száz milliárdnyi projektről tárgyalunk különböző befektetőkkel, és nagyjából ebből 80 milliárdnyi az az összeg, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében valósulhat meg, hogyha létrejönnek ezek a beruházások, újabb több ezer munkahelyet, minőségi munkahelyet teremtve. Tehát van egy pozitív dinamika, és azért kell az emberek támogatása, például a kérdőív kapcsán, hogy ezt fent tudjuk tartani, hiszen ez is veszélybe kerül, hogyha nem kapunk elő politikai muníciót a küzdelemhez. Az államtitkár kijelentette, a térség versenyképességét további beruházások fogják segíteni. Ebben szerepel két új autópálya kapcsolat építése, amely bevonhatja a határon túli térségeket a megye és az ország gazdasági vérkeringésébe. Kárpátalja irányába két új határátkelő nyílhat, és hamarosan átadják a Nagyhódos és Nagypalát közötti határátkelőt is, ami Románia felé nyit új kapukat. Kiemelte a záhonyi vasúti átrakó kapacitásának fejlesztését is, valamint megerősítette, hogy a megyei agrártermékek külhoni piacokra juttatását is segíteni fogják. A térségben az agrárium fejlesztése továbbra is kiemelt cél, új feldolgozó üzemek létesítésével új munkahelyek jöhetnének létre. Több új feldolgozó üzemben is gondolkodom, személyesen is minden erőmet latba vetem annak érdekében, hogy ezek megvalósuljanak, hiszen ez egy agrár kultúrájában rendkívül gazdag térség, és meggyőződésem, hogy az agráriumban még nagyobb lehetőség van, mint amit akár el tudunk képzelni, hiszen hogyha magas színvonalon történik a termelés, és egy magas hozzáadott értéket állítunk elő a feldolgozóiparban, és a külföldi piacokat megteremtjük ezeknek a termékeknek, akkor ez az ország egyik legprosperálóbb térségévé tehető, akár már középtávon. Ezen dolgozunk, tehát több beruházóval is nagyon komoly tárgyalásban vagyunk, most már a konkrét számok tekintetében. Hadd ne mondjak még ennél többet, mert vannak még tisztázandó pontok, de nagyon rajta vagyunk, hogy itt a térségben a feldolgozóipar kapjon egy nagy lendületet, hiszen hova máshova érdemes beruházni ebben a szektorban, hogyha nem ide Beregbe, illetve Szabolcs-Szatmár megye egészére.